15 éve töretlen lendület, múltról, jövőről, jelenről beszélgetek. Az egykor 19-es, ma pedig 14-es választókörzet önkormányzati képviselőjével. Vendégünk dr. Dienesné Fluk Györgyi. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, és sok szeretettel, tisztelettel köszöntök minden nézőnket. Azt hiszem azért itt a műsor elején fontos tisztáznunk, hogy mintegy 6500 fő és lakos tartozik az ön választó kerületéhez és városrészéhez. Ugye szó van itt a Börgönpusztáról, Ráczhegy, Köfém lakótelep, illetve a Búrtelep. Ez egy hatalmas nagy terület, azt gondolom, hogy nem egyszerű koordinálni. Hogyha néhány mondatban vissza kéne emlékezni a 15 évvel ezelőtti városrészre és a ma városrészére, akkor hogyan emlékszik vissza és milyen változások történt? Hát 15 évvel ezelőtt, akkor mikor 14-es választókerületnek voltam a képviselője, akkor még kisebb körzet volt az enyém, mert akkor Búrtelep nem volt még hozzám kapcsolva. És de nekem akkor is az nagynak tűnt, ugye egy kezdő képviselőnek, az eléggé nagynak tűnt. És hát kezdeném Börgönddel, már menjünk az ABC-be, kezdeném Börgönddel. Börgönpusztán, mindig csak Börgönpuszta, és soha, szóval nem jártam ott. És ugye kimentem először körbenézni, megnézni, hát valóban egy kicsi puszta volt. És ahogy jöttem végig, mentem végig az utcán, először nyugtalan voltam, ideges voltam, féltem, de olyan nagyszerű emberekkel találkoztam, akik csak úgy megállítottak, mint egy vidéki kis településen lettem volna, és beszélgettek velem. Tehát semmi feszültség, az megszűnt, kész vége. De valóban Börgönpuszta puszta volt. Puszta volt, földutak, közvilágítás nem volt valami jó, a bekötő út borzalmas volt, tehát rengeteg tennivaló volt, amit akkor hirtelen észrevettem, én a kezdő. De hála Istennek nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani. Ott eltűntek a földutak például. Eltűntek a földutak, tudni, hogy Szennyvíz csatorna se volt. És a Szennyvíz csatornát, amikor kiépítettük, vagy kiépítették, akkor utána az utakat rendbe tették. Tehát egy vékony réteget kapott, ilyen aszfalt réteget kapott az út, és ezáltal teljesen más képet adott már akkor. Na de ez nem azt jelenti, hogy ez egy olyan elhanyagolt település rész volt, hogy síralom. Ezt mondom, az utcák, a bekötő út, de a házak, a ház eleje, az nagyon szép volt. Látszott, hogy ott élők valóban ott élnek, és élni akarnak, és szépen akarnak élni, mert nagyon szépen rendben volt téve a ház eleje. Az viszont tény, hogy mára már valódi ékszerdobozá. Most már valódi ékszerdobozá vált, igen, mert először is ugye a bekötő utat megcsináltuk, a közvilágítás ragyogó, olyan, mintha esetleg Budapesten lennénk, és ott egy forgalmasabb útnak a kivilágítása, valóban nagyon jó. Szennyvíz, tehát minden megoldódott, sőt, még többféle javítást végeztünk, ez egy körforgalmat alakítottunk ki bent magán a területen. Tudom, minden nagyon szép lett, és jó, még van tennivaló, de ami még plusz ékszerdobozzá tette ezt a kis településrészt, lent a tavaknál, ugye a régi tulajdonos is mindent megtett, de ő sajnos megbetegedett, nem tudta, hogy karbantartani, fenntartani azt a területrészt, ami az övé volt, és eladta. Eladta egy olyan valakinek, aki vendégségbe járt Börgönpusztán a barátjánál, és szerelmes lett a településbe. És létrehozta először ugye az állatsimogató volt, akkor utána a tavakat, hát három tó. Oly szép, oly kulturált a környezete. Nagyon sokan járnak oda, és nem csak Magyarországról, hanem egyszer kint voltunk a várossal, több külföldi látogatónk volt, és oda kivittük, és például az angoloknak nagyon megtetszett. A tó mellett ilyen édes kis pihenőházak vannak, fából, és virággal az ablakban, és kibérelték. Tehát nagyon szép, és ezért mondom, egy kis ékszerdoboz lett. Rendbe tettük a kápolnát. A kápolna is a történelmi eseményekhez tartozik, ugye a Ciráki grófig építették még annak idején. Akkor a kápolna melletti terület az nem a miénk, az egyházi.
de az egyház odaadta, hogy használhatjuk. Oda a lakók építették, tehát nem a város pénzéből, ők építettek kemencét. Uh-huh. És ott jön össze, ott vannak a rendezvényeink. Burgundy napok mellett Burgundy sem napok, aminek most elég nagy híre van. Már más városrészből is, nem csak városrészből, hanem például jöttek vidékről is. Uh-huh. Jöttek ők is, mert főzőversenyt is tartunk, és akkor természetes, hogy szeretnének részt venni táborról is, és akkor valóban verseny volt, hogy most a megyeiek, vagy pedig tudatosan egy másik megyebeli nyeri meg a versenyt. És akkor olyankor, amit az ottani lakók igényeltek, olyan stílusú rendezvényeink voltak, a gyerekeknek is teljesen külön, a felnőtteknek úgy szintén, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szép lett. Tehát de mondom, még mindig van mit tenni. Van, ugye rengeteg. Korábban említette, rengeteg, hogy ami nagyon fontos, és polgármester úrral még annak idején egy lakossági fórumon meg is beszéltük, egy közösségi ház. Uh-huh. Tudnék ott is, most már hála Istennek nagyon sok fiatal van, új lakónk van, és nekik is szükség van arra, hogy valahol összejöjjenek, egy rendezvényt megtartani, egy tornaórát, mind itt az iskolákból, ugye van az iskolai torna a lakóknak, ott is egy torna, mert elvégre nagyon szeretnék. Már a tervek elkészültek, már ez volt az első járdaépítés Burgund pusztán, mert nem volt járda építve. Igen. Csak egészen beérünk a Burgund pusztára, ott a mártörök, illetve az első utontól kezdve egészen föl, majd épül a közösségi ház, odáig egy járdát építettünk ki, hogy aki leszállott az autóbuszról, esetleg nem fennszáll, az szépen meg sétál végig, és nézi a területet. Akkor azon kívül parkolót is létrehoztuk, mert ugye egy közösségi háznak megvan, hogy x lélekszámot befogadónak mennyi parkolóval kell rendelkeznie. Azt is megcsináltuk. Erre szoktam mondani, hogy a gombot megvettük, és most már csak a kabát kell hozzá, kabátszövet kell hozzá. Sajnos olyan anyagi problémák alakultak ki, ugye lásd a járvány, és volt előtte is egy-kettő, hogy nem tudtuk megvalósítani, de nincs félretéve, hát ott várja. A pandémia után igen, majd igen, tehát nincs tovább félretéve. Tudnak foglalkozni. Tehát az vár még ránk, hogy ott elkészüljön. És ugye közbeszólt most a járvány. A járvány abszolút. Az nagyon sokat számít. Nem tudunk tényleg a legszükségesebbet, ami kell, még azt se tudjuk mind megcsinálni. Hát ez is nagyon szükséges. Csak a város egész területére mondom ezt, hogy, érthető, hogy persze. sok mindent nem tudunk megvalósítani, mert... Pedig hát tervek vannak, nem is akármilyenek, és nem csak ebben a városrész, ezen a területen, a városrész ezen ha területén. Ha nem mehetünk tovább a köfébb lakótelepen, akkor tovább lépünk egy lépéssel. Mert hogy nagyon-nagyon nagy területet foglal magába a 14-es választókörzet, akár a Köfém lakótelep is. Igen, ilyen, ahol is külön... járdafelújítástól elkezdve annyi minden történt, hogy talán felsorolni is nehéz, viszont emeljük ki a legfontosabbakat, mert hát azt hiszem, hogy igazi új köntöst töltött ez a terület is. Nekem a legfontosabb, van egy gyönyörű orvosi rendelőnk, akkor kezdjük az egészségünkkel, rendelő. Igen. A Köfém, a Verseci úton, az ugye a Köfémnek az egyik oldala, és ott volt egy orvosi rendelőnk, ami nagyon rossz állapotban volt. Hát egy ilyen üvegkupolával rendelkezett, ami teljesen tönkrement, úgyhogy esett az eső, akkor már hoztak be gyerek kis kádakat, a vödör mindenkit volt, de már, tehát már nem lehetett. Tehát abszolút ráfért a felújítás nem lehetett, az épületre. Tehát arra ráfért egy nem csak egy kis sima felújítás, gyönyörűen megcsináltuk. Csinálták, illetve ezt nem én csináltam, hanem megcsináltatta a város nagyon szépen, és úgy van, hogy lent vannak a felnőttek, a felnőtt orvosok, az emeleten, illetve meg a gyermekorvosok, és az emeleten van a fogászat, akkor a sportorvos is ott van, és nem csak az, hogy felépítették, nagyon szépen berendezték. És ott talán védőnői tanácsadás védőnői, is van. És ami nagyon fontos, hogy például Köfém lakótelep, ahova tartoznak, az bent van a városban. Igen, tehát ha igen. Valaki hirtelen rosszul lesz, hogy belázasodik a gyereke, akkor bizony kellett vinni.
Most nem minden nap, egy héten háromszor kijön a doktor úr, és ott a gyerekeknek megtartja a rendelést, a védőnök, tehát ők kint vannak, tehát ők rendszeresen tudják fogadni és tanácsokkal ellátni az anyukákat. És nagyon fontos, mert hála Istennek gyarapodik a gyermeklétszám nálunk is, sokan vannak, tehát sok gyermek van. Sajnos az idősebb korosztály ugye már kezd eltávozni, és meg sokan eladták a lakásukat, mert elmentek a gyerekekhez, és ott csak fiatalok vannak, és a fiataloknál a csodálatosabbnál csodálatosabb kis lurkók, akik játszottak, szeretném ott még feltétlenül bővíteni, és korszerűsíteni, mert mondom, a gyermek lélekszám megváltozott, megnőtt, és nem csak a Köfém lakótelepet szolgálja ki, hanem a Ráczhegyet is. Mert Ráczhegyen nem tudunk egy igazi játszóteret létrehozni, mert nincs hely. Ahhoz meg kellene vennünk egy-két házat egymás mellett, és akkor ott, de hát az kiadja a házát egy játszótérén. A Rácbányáknál van, de ott se tudunk nagyon-nagyon nagy területen, inkább ott a pihenés van, a sétálás, a szaladgálás, tehát ez, ami mozoghatnak a gyerekek, és jó levegő, ahol mozognak a gyerekek. De ha már Rácbánya, ugye a képviselőasszony már korábban felhívta a lakosság figyelmét, hogy az illegális hulladék lerakást azt azért kerüljék, mert hát azért ez nem akármilyen költségeket, büntetést von maga után, és ezzel együtt természetesen a környezetet is szennyezik. Itt a Rácbányánál van egy ilyen jellegű probléma. Van, mert van egy nagyon tündéri kis tabunk, egy kis bent az erdőben, mindig úgy mondom, az erdőben, és sajnos ugye a domboldalról fent még mindig vannak, pedig már igyekeztünk, mert ott azt a felső területet is megvette egy fiatal ember, és nem oda engedni az ilyen szándékú emberkéket, de az mindig megtalálják a lehetőséget arra, hogy még azért ledobjunk, de legalább már hűtőgép is ilyen nem potyal, mert az bizony nagyon nagy. Hát én annak idején úgy mutatkoztam be a Rácbányáknál, hogy van egy lakó, ott a bánya területén, és akivel azóta is nagyon jó kapcsolatban vagyok, és jött és panaszkodott, hogy nézzem meg, hogy milyen borzalmas, a gyerekek ott szoktak korcsolyázni, de nézzem meg, hogy mi van benne, hogy ezt ki kell takarítani, és hát mondom, kitakarítani, akkor mondom, még teljesen kezdő voltam, hát jó, akkor megpróbáljuk kitakarítani. És akkor egy képviselőtársammal, a férjem, meg én, meg ez az ott lakó emberke, nekiálltunk, és a doktor Bezzegi Pár volt a képviselőtársam, sajnos, aki azóta már odafönt van, és ő még a vejét is elhozta, és nekiálltunk mi takarítani a kis tavunkat. Húztuk ki, vittünk egy ilyen kis csónakot, hoztunk, abba beleültek a férfiak, húzták ki a hűtőszekrény, amiben be volt dobálva. Azóta javult ez egyébként, ez a helyzet? Javult, ennyire nem, mondom, ezek már nem csak alma, meg milyeneket szoktak ledobálni. És a városgondosság egyébként, ez igen, fontos megjegyeznünk, igen, hogy felügyeli a területet. Már teljesen más, a városgondosság azért karbantartja, és sokat kiárnak. Meg egy telefon, beszólunk, hogy történetesen ez a probléma jelen pillanatban, akkor kijönnek és rendbe teszik. És ami még ugye Rácz-hegyet illeti, hát nem mehetünk el amellett, hogy a Szennyvíz csatorna itt is kiépült. Bizonyám, ez nagyon fontos a Rácz-hegyen, a jó pár utcában, sőt mondhatni azt, hogy egész Rácz-hegyen nem volt, és ez rengeteget jelentett, nagyon jó, és egy az ott lakóknak egy reménysugarat adott, mert ugye a csapadékvíz elvezetést nem tudjuk megoldani, mert a csapadékvizet nem tudjuk hova vezetni. Mert jelen pillanatban a Belsőci út felé nem lehet, az Adonyi úthoz lehetne, de ott is egy keskeny kis átmérőjű csatorna van kiépítve, és ahova torkolik a gyűjtő, az szintén nagyon-nagyon nem alkalmas, az ekkora, hát nem is nagyon nagy, egy esik az eső, akkor egy valóban az eső zivatar, zúdul a nyakunkba egy áradat. És ő nem tudta fogadni, és az Adonyi út végén
felcsapódott ugye a csatornatető, és a házakba befolyt a víz. Tehát nem lehetett megvalósítani, és az volt, hogyha meg lesz a csatorna kicserélése, akkor majd Ráczhegy is, és nem csak Ráczhegy, mert ugye a fönt a melyik, öreghegyieknek is egy jó része erre felé folyik, tehát ide tartozik. És akkor ott is tudják lefelé vezetni a vizet, mert ott is ugyanilyen problémával küzdködnek. Megvalósult a mártírokutya, most egy nagyot ugrunk, a mártírokutya, hát maga az út is nagyon rossz állapotban volt, nagyon rossz, tényleg én a szervizőn, amikor vittem a kocsimat, megkérdezték, hogy hol közlekedem, mert hát bizony gondok vannak. És nem csak ki kellett cserélni a csatornát, mert ott kell kicserélnünk egy ütőcsatornát, megcsináltuk egészen az állomástól a Madách Imre utcáig. És azóta nem csak az, hogy ráhoztunk egy új burkolatot, hanem gyönyörűen átépítve, minden átalakítva, járda kiépítve, és kerékpárút, ami nagyon-nagyon fontos, a mai, pláne most nagyon sokan ezzel igen, közlekednek. Igen, egyre többen pattannak bringára. És egy nagyon-nagyon jó kerékpárutat kiépítettek, de csak a Madách Imre utcáig, és pedig azért, mert a déli elkerülő út, ami most kezdett... Ami szintén érinti a 14-es kerületet. Úgy érint bennünket, hogy a takaródó út mellett végig kimegy, egészen a Seregélyes útig. Igen, de az, hogy aki esetleg a kórházba akar jönni, és neki egy nagyot kerülni, ezért egy áthidaló, egy valóban egy hídnak mondható fog ott épülni, keresztül a vasúti sineken, és a Madách Imre utcánál fog, ott van egy üres terület, ott fog landolni. Nem értek ahhoz, hogy milyen lesz a kiépítése, de a lakókat nem fogja zavarni. Hangtompító, tehát hangszigetelő is szerelve, tehát egy modern, valóban modern híd. Hol tart most egyébként, ha még Mártírok út a fejlesztés? Hát a Mártírok út, de kellett akkor hamar kiépíteni, ugye, mert a csapadékvízi csatornának a cseréje is csak a Madách Imre utcáig történt. Most akkor ezt megcsináljuk a Madách Imre utcát, ezt a csatornát egészen a Seregélyes útig, most már lassan végeznek, és az úttestet javítjuk, csak javítás, mert amikor volt az első rész építése, akkor a polgármester úr valóban egy nagyon erős koporréteget tett fel a Seregélyes úttól egészen a Madách Imre utcáig, hogy ne legyen az a borzalmas epehupás, szinte árok volt már. Azt azért elmondjuk a nézőknek, hogy a felvétel idején március 23-a kedd van, és mire adásba kerül a mai műsor, addigra pedig már szinte a végéhez is fog érni talán igen, a beruházás. Igen. És amikor ez elkészül, tehát ez a híd, ez az elkerül, el fog készülni, akkor fogunk nekiállni, hogy ugyanúgy, tehát folytatjuk a küllemét, a felépítés módját a Mártírok útjának, mind ahogy, ahogy most van, akkor jön egész a Seregélyes útig, tehát ugyanúgy lesz járda, ugyanúgy lesz kerékpárút, tehát minden meg fog valósulni, csak ezt vártatok meg, mert ha ez épül, akkor azt a részt ugye eléggé tönkre teszi. És hát azért legyünk egy kicsit. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy az infrastruktúra az hát menetel előre, szépen gyorsan, még így a Covid ellenére is, és ha már ezen a területen vagyunk, azt hiszem, hogy nagyon fontos és nagyon várt beruházás történt itt a Búrtelepen, ugye kórház környéke, ahol egyébként most már rengeteg parkoló kiépült. Na igen, a parkolási nagyon nagy gond. Még mindig, de már egy kicsit csökkent, tehát nem az, ami régen volt. És főleg a lakók a kórház környékén, a Puskás Tivadar út, a Jedlikányos, és folytathatnám. Ezek az utak nagyon nem tudtak a lakók hazamenni. Például
Reggel jött a kukáskocsi, a szemetes kocsi, szedte ezt, gyűjtötte, beszorult az autók közé. Hívtak, hogy képviselőasszony intézkedjen. Ez egy hatalmas probléma. Reggel az autóbuszok, a Madács tér, ott a Madácsi Bölcsánál. Igen, igen. Beszorultak az autóbuszok. Volt, hogy reggel 3-7-kor mentem át a Madács Imre utcába. Mert szóltak, hát felöltöztem, fölkaptam magamra, és hamar kiszaladtam meg. És tehát ez már tarthatatlan volt. És hiába tettük ki mi az utakra, hogy megállni tilos, parkolni tilos, minden tábla már kint volt. Nem törődtek vele az emberek, mert az a parkoló, ami volt, az kevés. Ugye? Az tény, ugye, hogy aki a kórházhoz érkezik, ha már a kórházról is beszélünk, mindenki szeretne minél közelebb ugye megállni, ami érthető, azonban már volt korábban is ugye két parkoló, ezt tényleg kinőttük, valóban kinőtte a város, kinőtte a megye. Most azonban azt gondolom, hogy, igen, hogy egy hatalmas térnyét a parkolóknak. Mert most az ketten építettük. Egyik részét az önkormányzat, másik részét a kórház. Az önkormányzat a Seregélyesi út és a Kikindai út sarkán. Ezt a parkolót építette ki, nagyon szép, és majd akkor lesz még szebb a kis fák, amik majd ott most elültetésre kerülnek, az valóban árnyékot is vetnek, meg maga szebb lesz a kép is, a nyújtott kép. És rögtön elkezdték használni az emberek. Ahogy átadták, emlékszem, igen, azonnal benépesült igen, a hely. Igen, úgyhogy most is. A másik pedig a kórház. Ahogy megyünk a Hunyadi utcába, ugye a rendelőintézet végénél, az a, régen a sinek voltak letéve a MÁV-nak, ugye ott közlekedtek, nem tudom, milyen szolgálati anyagokat szállítottak vonatok, és a kórház az a kerítéstől egészen az útig, parkolóval alakította, tehát a Hunyadi utcától a Bem utcáig, mert ez a rész az övé. A többi nem, mert a többi a városé lenne, de még nem kaptuk meg. Ezért mi se tudunk semmit csinálni, nem csak ezen a részen, hanem nekünk van még egy a Hunyadi utca, hogy folytatjuk, van egy jobbra kanyarodási lehetőség, lenne, de ott is még a sinek föl vannak szedve, de még nem gazdálkodhatunk felette, még nem a miénk. Ez is egy jövőbeni terv egyébként? Igen, hogy valamit ott igen hasonlót. Na és akkor ők pedig ide építették. És nem csak az, hogy ezáltal tehát megint egy könnyebbség, tehát fellélegezhettek a lakók, hogy tényleg azóta nincs, és az ugye az Erzsébet utca torkollik, uh-huh. És az Erzsébet utcai lakók is felhívtak, hogy azóta teljesen más a közlekedés. Ugye, mert inkább a Hunyadiról jönnek be, mert az onnan jobban be tudnak jönni a parkolóba, mint az Erzsébet út felől. És az Erzsébet útnak a páratlan oldala nagyon nem rossz állagú, hanem keskeny. Tehát szinte a házból nem a járdára, mert járda, és csak azért van, mert felfestettük, hogy na ez akkor járda, hanem mindjárt ott menni autóba lépnek be, hogy ez egy veszélyes útszakasz. Úgyhogy onnan telefonáltam, nagyon-nagyon jól esett, hogy teljesen más, és amikor kimegyünk az utcába, olyan kulturált, olyan szép minden. Tehát ez egy karácsony előtt történt az átadás, igen, ez egy karácsony ajándék volt, igen, az ott lakóknak. De a kórháztól néhány méterre is egy hatalmas nagy fejlesztés történt, ami a Halász Parkot, Halász Ligetet illeti. Hát igen, a Halász Liget, ugye ez nem csak a város, vagy az ott lakóknak a ligete, hanem a betegeké is. Mert akik jöttek egy kivizsgálásra, és ugye várni kellett a leletre, jó időben mindig oda jönnek, és mentek ki annak idején is. És hát ez nagyon elhanyagolt volt, minden olyan elhanyagolt volt, nem volt szép, csak az, hogy ott le lehetett ülni a padra. Hát azt gyönyörűen megcsináltuk. Csak az a baj, hogy az emberek nem tudnak vigyázni. Tehát mindig naponta kapom a fotókat, mert van egy munkatársunk, két körzetnek ő a segítője, aki járja a két körzetet, és a hibákat fölveszi, lefotózza, és akkor így intézkedünk tovább. És sajnos nagyon sokszor a padokat tönkreteszik. De nem tudom, miért van ez.
De attól függetlenül nagyon szép, hát játék kis vár van a gyerekeknek, minden, futópálya, minden. Futópálya, sportolóknak, minden, a minden. Most adtuk át a futópályát, aminek nagyon örültek, a felnőttek örültek. Ez milyen beruházás keretében valósulhatott meg? Hát ez az önkormányzat keretéből. És ezt most már birtokba is vették a futók és az amatőr sportolók igen, is. Igen, igen, igen. Ugye Cserpalkovics András polgármester mindig azt hangsúlyozza, milyen fontos, hogy minden városrészünkben legyen egy-egy olyan hely és egy helyszín, egy terep, ahol hát ingyen sportolhatunk. De és ezt szeretném a köfémen megvalósítani, mert ugye a köfémből az emberek csak úgy tudnak idejönni, hogy felszállnak egy autóbuszra, vagy kocsiba ülnek, de a kocsiba ülnek, akkor elfoglalják a parkolót. Úgyhogy oda is ezt szeretném. Tehát milyen terv van erre? Van már egyébként? Még nincs, majd az idén azért szeretném, ha megterveznénk ezt, mi az, ami... van területünk, tehát van egy szép nagy területünk, és mostanában nagyon sok helyen épültek ilyen jellegű játszótérnek mondott, de az sporttól kezdve minden ott van, és mindegy, a polgármester akkor mondta, hogy akkor, hogy igen, kell az embereknek, a gyerekeknek a játék, kell a sport, kell egy egészséges emberi úgy fejlődik, ha valóban mozog, tornászik, meg a felnőtteknek is szükséges a mozgás. És ha már a köfém lakótelepre visszaugrottunk, azt hiszem, hogy a járda megújítások mellett sem mehetünk. Igen, hát ugye 1964, azt hiszem, akkor épültek azok a házak, és akkor hát a járdák is akkor készültek, a ház előtti járdák. Ebből van ráfért a megújulás. És igen, rossz állapotban voltak, nyugodtan bokaficam és a többi. Tehát egy baleset veszélyes volt már, és sikerült egyetlen egy járdánk, de az jó állapotú, tehát nem olyan, hogy nem lehet közlekedni, ami lemaradt ebből, azért, mert egy kis sétányt is építettünk. És pedig ez egy kis összekötő út volt a Köfém lakótelep Budai út eső részével, ami tulajdonképpen az a három ház, emeletes ház, azok nem úgy vannak, hogy Köfém lakótelep, hanem Budai út. Uh-huh. Budai út 163, 165, 159, furcsán van számozva. És tehát őket összekötöttük, és gyönyörűen meg lett csinálva, térkővel kirakva, akkor nagyon szép padok kulturáltan elhelyezve, ott is térkő előtte, szemetes, tehát nagyon-nagyon jó, és szeretik. Szivárvány óvoda. Még ez jutott eszembe, ami szintén egy nagyon fontos fejlesztés. Igen, és pedig azért, hogy rengeteg, tehát nem fogja, hát egy régi épület volt már, rendbe kellett tenni, tetőcsere, tehát rengeteget felújítottuk. Beázás volt, meg ami lezúdult víz, az pedig megrekedt az udvaron. És az udvaron nem volt hova vezetni. Tehát én magam is láttam, mert közelben lakom, hogy amikor a szülők vitték be a gyerekeket, a szegény vezetővónő ilyen ládákat rakott le, hogy azokon a ládákon menjenek be, mert a földön nem lehetett, mert akkor hát nem csak a boka, még följebb ellepte volna őket a víz, és ez már tarthatatlan volt. És ezt csak úgy tudtuk megoldani, hogy az előtte a Zombori utat rendbe tettük, nem csak rendbe tettük, átépítettük. Kompletten egy valódi új út. Igen, átépítettük. Lent is az összes, tehát a csapadékvíz csatornától az elektromos, mindent kicseréltünk, és úgy jött a burkolat, és a járdák is, mert például ott az óvoda volt, az a járda járhatatlan volt. Tehát ott vagy kimentem az úttestre, vagy pedig átmentem a eléggé forgalmas úton, mert nem mindenütt van ugye zebra, és átmentem a másik oldalra, és akkor ott mentem az úttesten. És nagyon szép járda épült. Hát úgy néz ki, ahogy annak ki kell néznie, egészen a Budai úttól a Versetszi útig. És ekkor az obodánknak sikerült, ugye a csapadékvíz csatorna is cserére került, oda kivezetni ezt a vízmennyiséget, és azóta nincs ilyen jellegű probléma, mert a házat is tönketette. Ugye a bizal a házak alá ment, a bánt az óda épülete alá ment, és bizony
félő volt, hogy nagyobb beavatkozás kell majd az óvodában. De a képviselőasszony bármikor hívhatják, mind az intézményvezetők, ha már óvoda, mind a lakók. Hol tehetik ezt meg, hogyan érhetik el a képviselőasszonyt, még így a pandémia ellenére? Engem telefonon bármikor elérhetnek, engem vasárnap még is vasárnap hívnak. Még vasárnap is elérhető, szoktam mondani. Igen, vasárnap is hívnak, úgyhogy meg este, mert én, amikor képviselő lettem, én azt mondtam, hogy engem bármikor hívhatnak. És én ezt nem azért mondtam, hogy a kampányba megpróbáljak előnyt szerezni. Ez így is van. Volt, hogy vasárnap fél egykor hívtak egy nevetséges dolog miatt, de mindegy, átszaladtam, nem volt messze, átszaladtam, a család meg várta, hogy tálaljak. És úgyhogy, de azon kívül minden hónapban két helyen tudok sajnos, Börgönpusztán nem, Börgönpusztán, de máskülönben itt is, ha hívnak, telefonon megyek. Tehát, a szabadtérben fogadóra. Igen, szabadtérben találkozunk, még most is, mert most éppen hazafelé megyek a Jedlik és a Neumann sarkához. Egy hölgy akar velem beszélni, de minden hónapban az Erzsébet úton tartottam fogadóórát, délután 3-tól este 6-ig, de ha többen voltak, akkor még volt, hogy 7 órakor mentünk haza, és a köfém lakótelepen pedig a köfém egy alatt van, a könyvtár folytatásaként a rendőröknek egy szobájuk, és hát megbeszéltük, hogy ott közösen, és ők is ott vannak a fogadórán. Szeretem, mert sajnos van probléma, ugye, betörések vannak, így van a rendőrök felé is kérdés, és akkor egyszerre megtartjuk a fogadóránkat. Képviselőasszony munkájához nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban. Nagyon köszönjük, hogy megosztotta a múltat, a jelent és a jövőt velünk és a nézőkkel. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm, hogy itt lehettem. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. A Köztérben dr. Dienesné Flug Györgyi volt a vendégem, a Fehérvár 14-es választókörzetének önkormányzati képviselője. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is. Vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!